Valószínűleg mindenki próbálja elkerülni a botrányt, ezért mindent megtesznek majd azért, hogy ne kerüljön a miniszterelnök fülébe a következő történet. A szereplő érdekében sem a nevet, sem a munkáltató pontos nevét nem ismertetjük, csak annyit árulhatunk el, hogy egy kismamáról van szó, aki az egyik országos állami intézménynél dolgozott. Habár a főnökei szerint jól dolgozott és volt munkatapasztalata, mégsem hosszabbították meg a szerződését, és elutasították az álláspályázatát, így nem alkalmazták tovább. Eddig szokványos lenne a történet, de az elutasítás indoka korán sem szokványos, mi több törvénybe ütköző. Ugyanis elutasításának oka az ismétlődő szülés veszélye, mindez igencsak kellemetlen, amikor a kormányzat éppen óriás plakátokon hirdeti, hogy bizonyít minden lánynak, asszonynak szülni kell, nem egyet, nem kettőt, hanem legalább hármat. Az említett anya, akinek egyébként mint kiderült két másik sorstársa is akadt az állami szervnél 2015-ben kapott állást, ahol a másfél éves szerződését gond nélkül hosszabbították meg újabb másfél évvel. Közben született meg a gyermeke, és a gyeden lévő anyuka kérte, hogy hosszabbítsák meg a munkaviszonyát, de ekkor már falakba ütközött és elutasították. A hivatalos indoklás szerint azért, mert nem teljesítette a gyakornoki program feltételeit, miközben a korábbi teljesítményértékelései kiválóak voltak, és a gyakornoki program utólagos feltételeiről nem is tudott, mert nem közölték vele. Figyelemre méltó, hogy míg a vele dolgozó három férfi gyakornok állásban maradt, addig a velük induló összes női munkatársi jogviszonya megszűnt, írja a Helsinki Bizottság, aki most jogsegélyt nyújt a nőnek. Nagyjából ezért nem tud működni a kormány csak pénzbeli támogatásokkal operáló népesedési programja, mert az egész környezet nem alkalmas arra, hogy támogassa a nőket a gyermekvállalásban. Vajon hány gyermek nem születik meg amiatt, mert a család fél az anya állásának elvesztésétől?